A Kanári-szigeteken találkoztak és egyeztettek az illegális bevándorlás által leginkább sújtott öt mediterrán ország képviselői. A tanácskozásra azután került sor, miután az uniós intézmények elfogadták az Európai Migrációs Egyezményt, amely egységes szabályozást vezet be a menedékkérők fogadására, regisztrációjára és áttelepítésére egyaránt. A spanyol belügyminiszter szerint teljes volt az egyetértés kollégái között, miszerint mindent meg fognak tenni, hogy betartsák és betartassák az új szabályokat. Ahogy fogalmazott, ez létkérdés Európa jövője szempontjából. Fernando Grande Marlaska ezután arra kérte az Európai Bizottságot, hogy építsen ki szorosabb kapcsolatot azokkal az országokkal, ahonnan a legtöbb bevándorló indul útnak. Az elmúlt hónapokban megugrott a határsértők száma a földközi tengeren, Olaszországba áprilisig fele annyian érkeztek, mint tavaly egész évben.